Na, üdvözlök mindenkit, sziasztok, jó estét kívánok! Na, ideje volt egy kicsikét elszakadni, kérem szépen, az állandó jellegű horrortól, vértől, béltől és a többitől. Őszintén megmondom, igazából az elmúlt néhány hónap erről szólt folyamatosan, hogy Resident Evil, Alone in the Dark és a többi, amit egyébként imádok, de alapvetően nem csak ezek szoktak lenni nálam. Szóval gondoltam, hogy egy kicsikét szusszanok egyet, és nem felejtettem el, hogy tartozok nektek még egy pár dologgal. Szóval, igazából újra felvétel, mert egyszer már fönt volt, különböző okok miatt már nincsen fönt. A lényeg, hogy sokkal jobb minőségben, sokkal faszábban, sokkal érdekesebben a Tomb Raider 2018-as, azt hiszem, nem, 2010-es, 2012-es, valahogy így, na minden lényeg az, hogy igazából a Tomb Raider rebootot fogom én most nektek tolni. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok rajongója van ennek a sorozatnak, biztos vagyok benne, hogy régiek és újak, én őszintén megmondom, sosem szerettem, egészen addig, amíg ez a rész nem jött, onnantól kezdve én végigpörgettem a trilógiát, fogalmam sincs hányszor, nem tudom mennyi időt töltöttem el vele, a filmet is imádtam, szóval nem is nagyon pöcsölök, hanem belecsapok a lecsóba, kérem szépen, egy new game-et fogok indítani, egy totálisan új slotot fogok indítani, és azért annyira nem szeretném szopatni magamat, kicsit elszoktam tőle, szóval bár úgy emlékszem, hogy hardban sem annyira életveszély, de nem szeretnék most így felvétel közben meghalni többször, szóval normál módban indítom, és mocskos módon jó szórakozást mindenkinek, kedves Tomb Raider rajongók, na hajrá, toljuk neki! A famous explorer once said that the extraordinary is in what we do, not who we are. I finally set out to make my mark, to find adventure, but instead, adventure found me. In our darkest moments, when life flashes before us, we find something. Something that keeps us going. Something that pushes us.
Na és kérem szépen, innen indulunk, hogy kedves Loránk az rendkívüli módon lóg. Közben én egy valamit megnézek, amit elfelejtettem átállítani, elnézéseteket kérem. Nem tudom, hogy displayben lesz. Nem a displayben, de a displayben van, kérem szépen a subtitles. Nem tudom egyébként, hogy ki az, aki esetleg szereti, nem szereti, hogyha be van kapcsolva. Én őszintén megmondom, annak ellenére, hogy beszélek angolul idestova, 30x éve tanulom a nyelvet, még mindig nekem valahogy sokkal kényelmesebb, hogyha feliratokat olvasok mellette, és igazából elfér a képen, szóval akkor folytassuk innen, jó? Most ki kell találni, mi az Isten csináljunk, ugye egy balra-jobbra lengéssel ugye mozgásba lendítjük itt a dolgokat, és az a lényeg, hogy le kell jutnunk ugye innen. Na most kedves Lara Croftunk, az, ha valaki esetleg nem ismerné a történetet, kalandor, felfedező, badass, igazából női Indiana Jones rendkívül. Drake bátyóval együtt egyébként, bár ő nem női, na mindegy. Szóval, ja, lesznek itt érdekességek, lesznek itt izgalmak, és természetesen természet fölötti dolgok is. Csak ügyesen. Szépen, azaz, nem a lábunk fog leégni, Yugi, jó? Nem az fog leégni. És akkor már tudjuk is, hogy quick time event lesz, ugye ki kell húznunk, és... Annyira kurva nagy a hangulata ennek, basszus, annyira istentelenül eltalálták az egészet, hogy ez a környezet, az irányítás, a kinézet, ez még PS3-on is annyira mocskos módon jól nézett ki. Ez olyan félelmetes. És tényleg félelmetes volt néha, basszus, hogy ezt meg tudták csinálni a Tomb Raider játékban, hogy elvonatkoztattunk a mindenféle ilyen pixelcsöcsöktől, és tényleg tudtunk arra fókuszálni, hogy itt bizony valami hatalmas nagy probléma van, amiből ki kell kászálódnunk. Imádtam, tehát tényleg ez a... nekiültem, és fogalmam sincsen, hogy meddig játszottam vele, de nagyon-nagyon-nagyon sokáig eljutottam az első alkalommal. Na most egy első feladatunk, szerezünk magunknak egy fáklyát. Szépen fokozatosan fogjuk tudni majd ugye a különböző dolgokat összeszedni, és még hogyha nem is nyílt világú a cucc, mert nem az egyébként, ahhoz képest eléggé nagy, különböző területekre van tagolva, ami között utazhatunk, viszont minden egyes területen nagyon-nagyon sok mindent lehet felfedezni, nagyon sok rejtett dolog van, nagyon sok összeszedhető kis apróság van, hogyha nagyon szeretnénk, illetve mellette pedig ugye nagyon sok helyszín van, amit nem feltétlenül fogunk végigjárni első alkalommal. Például ugye lehet sírra volni, ami egy totálisan tök jó dolog. Úgy né? Csak igen, tehát ez még tényleg a tutoriál része egyébként. Mondjatok nekem ennél jobb tutoriált egyébként, aki játszott a játékkal, az nagyon jól tudja, hogy ez milyen szinten mocskosul intenzív. És gyönyörű, tehát azaz. PS3-on is kurva jól nézett ki, de az, hogy PS4-re ugye fölújították, vagy igazából arra adták ki eredetileg, tehát az, hogy tényleg az árnyékok, a hajmozgás, ugye a PS5-nek a hardware az nyilván még úgy rádobt 3-4 lapáttal, szóval, ja, azért is nézhetjük ugye a 60 FPS-ben most, mert ugye stabilan tartja, és így a legjobb. Most ezt el ne cseszem, igazából továbbra is laggolok, gyerünk! Nem cseszem el, kiváló. Az a baj egyébként, hogy nagyon kevés ilyen quick time event-es cucc van benne, nem is tudom, hogy miért tették bele, de itt az elején van. És annyira irgalmatlanul módon kurva gyorsan kell rángatni azt a rohadt analókart, hogy az valami félelmetes. És itt is van egy ilyen illúzió, hogy igazából fölfele nyomom, és azt hiszem, hogy én játszok, de igazából nem. Animációt körgetem előre, és nagyon sok ilyen van a játékban, és rohadtul behúz az élménybe. Szóval azért választottam ezt, mert van egy olyan sejtésem, hogy tudjátok, hogy szeretem a horror játékokat, ugye. Nyilvánvalóan alapvetően ez van a csatornán, de ettől függetlenül vannak olyanok, amik mellett nem mehetek el, és ezzel nem is nagyon szegem meg igazából a nagyon régen fölállított szabályomat tekintve, hogy ez már az egy jó pár éves játék, innentől kezdve pedig ugye nem mondanám, hogy éppen a legújabb. Természetesen. Na szóval, azt kell nekem leszednem. Hú, de hülye a kameramozdás, mindegy. Tehát igazából le kell szednem nekem ott a rakományt, ugye. Erről van szó. Kicsit elmozdult. Illetve ugye ott a túlfelén is van. Ha igaz. Ja. Jaj. Meg is van, kérem szépen. Szóval csináltam magamnak egy liftet. Nagyon sok ilyen terep
munkát igénylő puzzle van benne egyébként, ami nekem rohadtul tetszett a lehető legelejétől kezdve. Na most, hogyha én arra szépen fogom magamat és felugrok, már pedig felugrok, ez az. Ott pedig szépen beledobom ugye a dolgokat, amit ott vannak a másik ládában. Ezzel pedig sikeresen, azaz, találtam magamnak dolgot, amit föl lehet gyújtani. Na most, hogyha nem figyeltétek volna meg, akkor ott a végén vannak ilyen mindenféle aknák, amiket így föl lehet gyújtani, mert egy totálisan tök jó dolog. Viszont valamivel föl kell gyújtani, szóval ő lesz az. Meg is van, köszönöm szépen és hess! Húzz el! Ott is van. Megvagyunk. Köszönöm szépen, húzzunk el. Ismételten egyébként egy totálisan vadi új, nem, mindig azt mondom, hogy új profil, de igazából nem új profil, csak ezzel még nem játszottam rajta, jó? Tehát egy ilyennel kezdtem, ami azt jelenti, hogy menet közben mindent látni fogtok, ami esetleg összeszedhető dolog. Gyerünk. Oké, lecsúszunk gyorsan, gyerünk. A hangerőm majd egy picikét igazítok igazából. Úgy látom, hogy nem nagyon lehet hallani engem teljes mértékben, bár talán. Menj, azaz, és megint jön egy ilyen fasz a gyerek, gyerünk. Rázzad. Azaz, hess picsába. Ez annyira rohadt intenzív, basszus. Annyira istentelen módon intenzív az egész, hogy ez félelmetes. Húzzál bele. Gyerünk. Imádom. Tényleg olyan mechanikák vannak benne, amiket soha nem fogunk használni. Például ez a fölmászás, de én szerintem ki is kapcsolom magamat, mert ez magában nem. Ennyire zseniális kezdést nagyon-nagyon-nagyon ritkán szoktam látni. Ki is öltöztem az alkalmára, hogy mennyire látjátok egyébként, tehát ilyen Rick meg Morty egyébként, hogyha... Ki az, aki még nézi a sorozatot rajtam kívül? Nem tudom egyébként, hogy mennyire szeretitek, mennyire nem. Nyilván elhülyésked nagyon sok dolgot, viszont ennek ellenére én imádom. Nagyon imádom. A lifeboat. Where are they? They must have gone inland. Ha valaki egyébként nem tudná, akkor az új Tomb Raiderben, az új Tomb Raiderekben, bocsánat, Lara Croftnak a hangját az a Camilla Luddington adta, aki egyébként többek között a Grey's Anatomy-ban is szerepelt. Retardált magyar cím a Grey's Klinika, basszus, tehát hogy ki a faszom találta ki ezt a hülyeséget, mindegy. Szóval abban a sorozatban igazából játszik, és meg nem mondom a szereplő nevét, de hogyha utána néztek, tudni fogjátok, jó? Tehát ő az a Camilla Luddington, aki... Azaz, megyünk. Ez meg kicsit amnézsás, de annyira nem durván szédülős, na mindegy. Amnézsa? Javítsatok ki, ha tévedek. Úgy emlékszem, hogy az amnézsában vannak ilyen egyensúlyozós részek, vagy a... Renurában nem tudom már melyik. Menekülős, nem tudunk mit csinálni. Az a lényeg igazából egy olyan játék. Amit utálok, mert be vagyok tőle szarva. Van itt valami? Rosszul emlékszem, vagy... Vagy nem emlékszem rosszul. De, rosszul emlékszem. Én itt seggeltem le egyébként teljes mértékben, amikor megláttam, hogy a, mint a kamerával vennék, hogy lens flare van, basszus, hogy befröcskölődik vízzel, tehát hogy
Square Enix gyerekek, tehát annyira figyeltek a minőségre egy időben, hogy az valami félelmetes. Most lehet vitatkozni, hogy manapság mit csinálnak, vagy mit nem csinálnak, de amit én viszont csinálok, az az, hogy rohadtul gyorsan itt fogom magamat és átvariálom az aim sensitivity-t, mert meg fogok őrülni bakker, tehát egy konkrétan olyan szinten rángatom azt a kurva kamerát, mint hogyha fizetnének érte. Na. Ha? És annyira illik hozzá egyébként az a kimért brit hang, hogy az valami félelmetes. Persze, hogy meg tudod csinálni, Lara. Kemény vagy, fiatal vagy. Azaz. Igen, ezek a mechanikák viszont benne lesznek később is, hogy például hirtelen megkapaszkodni ugye a négyzettel, ami egyébként később mást is fog majd használni, vagy más is fogja használni majd ugye ezt a gombot. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Hes, úgy. Most is meg kell kapaszkodni, ugye? A quick time event nem sok van benne, de azok legalább izgalmasan vannak megcsinálva. Úgyni! Azaz. Leflafoltunk! Mocsok jó! Úgyni! Na és itt pedig a látvány. Ugye, hogy nem mi vagyunk az első hajótöröttek itt a környéken. Tehát ez már jelez valamit. Hogy figyeltek ilyenre a készítők, hogy előre fölkészítsenek minket, hogy itt valami nagyobb dolog van alá, mint hogy ráfutottunk egy kibaszott jéghelyre, mint Leonardoék, jó? Tehát, na, illetve ugye lehet ilyen dupla ugrást csinálni. Dupla ugrást, úgymond, tehát azért szerencsére ennyire nem rugaszkodott el a valóságtól ez a rész. Annak ellenére, hogy bizony itt lesznek bőven misztikus elemek. Lesznek. Sam! They must have come this way. Can anyone hear me? I've got to find them. Szóval most akkor van nekünk rádiónk, ugye? Meg kell keresnünk a túlélőket. Nem így, mert leesünk, azért ennyire még ő sem kemény. Gyerünk Lara! Hazudtam egyébként abban, hogy régieket nem szerettem, ugyanis készült azt hiszem, hogy 2 darab Angelina Jolie-s, akit én Angelika Jolánnak fogok hívni életem végéig, basszus, mert hülye vagyok. Szóval Angelika Jolános film, az készült 2 is, ha jól emlékszem, és imádtam, pedig nagyon-nagyon gagyi volt, így belegondolva, de imádtam, bakken. Nagyon-nagyon-nagyon. Szóval, ugye. Mindjárt jön az első feladat. Is anyone listening? Please respond. Here's the soon-to-be world-famous archaeologist, Lara Croft, in her native habitat. She's on the hunt for the lost kingdom of Yamatai, home to the fabulous Himiko, mythical sun queen, and ancestor of yours truly.
Sam, this is serious. Oh, sweetie, I know. I'm just trying to lighten the mood here. Everyone's so on edge. What are you so worried about? I'm close to something. I'm sure of it. I just don't know if the others will listen. Or even if they should. Lara, you know this stuff better than anyone. Seriously, I'm not just saying this to make you feel better. I trust you, Roth trusts you. You got this. Now let's take a break, okay? Okay, okay. And Sam, thanks. She's not always this serious, you know? Come on, Tuckling! No, no, it's your chance! How can you suggest I'm not serious about this expedition, Lara? But it's not just Sam's family funding us. I put my savings on the line, too. We've all got some kind of stake in this. The funding won't last forever, Whitman. That's precisely why we should push east, not west. No one believes Yamatai. No one believes Yamatai is that far east. The books simply don't support it. Well, whoever wrote those books never found Yamatai. I've talked to Roth about this. There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman. I refuse to bet my reputation on your hunch. I'm the lead archaeologist here. And when were you last in the field without a TV crew behind you? Got 30 years experience, two PhDs, one in East Asian history. So why don't you just stick to boats, Mr. Grimm? Ship, Dr. Whitman. It's a ship. You don't need a PhD to know that. Going east will take us directly into the Dragon's Triangle. That's where we need to go. Lara, my little bird. I'd follow you almost anywhere, but that place has a bad energy. Bad storms, more like, makes the Bermuda Triangle look like Disney World. Sign me up. The stories about Queen Himiko say she could summon storms. Myths are usually based on some version of the truth. What if Yamatai was somewhere in the Triangle itself? Well, look, this is the satellite imagery from inside the Dragon's Triangle. That doesn't look good. If it's wet, I can sail on it. Oh, don't tell me you're seriously Reyes is right. We don't have the funds to piss about. It's now or never. Lara's offering fresh ideas and a plan. I'm the captain here. It's my decision. We're going into the Dragon's Triangle. Why am I even here? Na most ezt a részt egy kicsikét hosszabbra tervezem igazából, nem ez a klasszik fél óra, egyetlen egy oknál fogva, hogy modern játékok elején mindig nagyon sok cutscene és egyéb van, és szeretném, hogyha egy kicsikét tovább haladnék azon kívül, hogy mozizunk, jó? Tehát ezt mindenki megteheti a neten, mindenki föl tudja csapni a YouTube-ot. Mondom én, aki YouTube-on van, bakker, jó? Tehát magam ellen beszélek. Ez így van. Szóval legalább odaig el szeretnék jutni, hogy egy kicsikét vadászunk. Spoiler. Illetve, hogy ugye nyilván összeszedem itt, amit kell. Erről van szó, és akkor megyünk is fölfele. Na most! Nem tudom, hogy ki az az úriember, de nagyon-nagyon kedvelem az íját, jó? Úgyhogy most akkor megyünk is megszerezzük. Menjél. Oké, időzíteni kell igazából, amikor felénk lendül, akkor jól meg kell fogni. Gyerünk. Majdnem. Gyerünk, kicsit közelebb. Meg is van, kiváló. Let's see if this thing still works. Just remember Roth's training. Valamiért a régi PS3 játékok kurva hangosak, nem tudom miért. De tényleg, hogyha valaki esetleg valami olyan eszközön nézi, ahogy utána tud lesni, akkor megláthatja, hogy annyira plafonon majd, hogy nem túl van húzva egyébként a határértékeken, hogy az félelmetes. Nem tudom miért, nyilván nem fogják észrevenni akkor, amikor éppen beszélek, apró trükk. Tényleg, bakker, ígértem nektek olyan videókat, amikor elmondom, hogy mit, hogy a francba csinálok és kell csinálni, vagy lehet csinálni. Ez még egyenőre nem jött össze. Na most ugye ezzel meg tudom szellőztetni itt a dolgokat, hogy hol van. Nézelődünk, mink vagyunk a vadászok, vagy mi a fene.
Gyerünk. Ide is később lehet majd jönni, jó? Tehát később kapunk olyan fegyvert, ahol ugye el tudjuk húzni kettő ilyen valami között a köteleket. Jelenleg nem működik ez. Jó? Tehát jelenleg nem működik ez. Csak ide jönnék, már a szarvas lennék, vagy valami. Bármit keresek, ami sárga igazából. Jó? Tehát olyasmit keresünk, ami nem szürke. Tehát szépen sárgával jelzi nekünk azokat a dolgokat, amik minket érdekelhetnek. És egy darab szarvas nekünk le kéne teríteni, szóval természetesen nem arra megyek, hanem mindenhova, ahova kell. Nagyon sok elrejtett doboz és egyéb van végig egyébként a pályákon. És nem tudom, hogy hívom elő a térképet, mindjárt megnézem. Nem ezzel. Valahogy biztos, hogy elő lehet egyébként. Vagy lehet, hogy csak később lehet előhívni, nem tudom, de mindegy, lényeg. Ott is van. El fog bújni, nem? Nem? Fejbe? Meg is hót, erről van szó. Egyetlen lövéssel le lehet szedni őket egyébként, hogyha fejre céloztok. Érdemes. Sorry. Szóval ugye rendkívül levadásztunk ugye egy szarvast, de hát ugye nyilván van még egyéb kis állat. Megnyíl, nyilván. You won't always have some fancy gadget to tell you where you are. If you can learn to read the land and the stars, you'll always be able to find your way. Le lehet vadászni egyébként mindent a környéken, jó? Tehát játék az jelzi is nektek egyébként, hogy kivadásztatok mindent, ami azt jelenti, az összes madarat, szarvast, nyulat. Szevasz köcsög, álljál meg! Nem. Lassabban kell csinálnom, mert hogy ugye ők rendkívül félénkek. Hol a fejed? Ott volt a feje, oké. Haverja elhúzott igazából, viszont ugye resource-nak nem rossz, és minden többet szedünk össze a resource-okból, annál jobb nekünk. Most, hogyha nagyon-nagyon izék szeretnénk lenni, akkor későbbiekben ugye lehet vadászni gyakorlatilag úgy is, hogy fogjuk magunkat és elkezdünk ugye csapkodni a fejszínkkel. Spoiler! Van fejszínk, vagy lesz fejszínk. Most ők nagyon félnek és rendkívül futnak. Én meg rendkívül lassan megyek azért, hogy megtaláljam őket. Gyerünk! Ah, ja igen, meg egy apró info egyébként, hogy ilyen cuccokat is lehet gyűjtögetni. Nem ilyeneket? Hát nekem jött a szarvas! Fene a pofáját! Kancba. Na. Na mindez, hogy ilyen cuccokat is lehet gyűjtögetni egyébként. Ilyen kis mellékszál, jó? Tehát ezért kapunk ilyen plusz dolgokat. Szevasz, nyúl! Anyádat az, hova mész? Na mindegy. Szóval a 10-ből egy totemet megcsináltam igazából, és ott egy nyúl. Lassan kell közlekedni, jó? Tehát figyelni kell arra, mi van a környezetünkben, véletlenül se csesszük el. Nem. Mindaddig barnával mutat mindent, amíg ugye nem mozdulunk, szóval én most igazából csak várok. Szerintem én elbújok valahol. Szarvasok! Anyádat, hova visz? Ne menj! Ne menekülj már, te pénisz! Vagy csinálom azt a módszert, amit az emberiség évezredeken keresztül csinált, hogy szépen utána futok és előbb-utóbb majd elfárad. Nyúl! Faszom. Ott van! Igazából kettő lövés kell nekik, hogyha úgy van, de mindegy, most egy kicsikét sikerült elijesztenem, szóval okosan kell csinálnom. Legalább még egyet le szeretnék teríteni, mielőtt tovább mennék, de nem fog összejönni úgyse. Bazeg!
Mindegy, jó, nem szórakozunk, megyünk vissza szépen a tűzhöz. Szevasz! Hol vagy, te szarvas állat? Gyerünk! Nagyon fontos lenne, hogy ne vegyenek észre minket, meg ezt fölvegyem közben. Elfutott. Elfutott. Bátran elfutott. Gyerünk, gyerünk! Hát! Úgy néz ki, hogy nem lesz több vacsora. Anyádat, gyerünk! Ő nem lát engem, én látom őt, ami azt jelenti, hogy... Megijedt a francba. Látott, látott. Kurva élet. Gyerünk, megvan a követ... Nincs meg a következő áldozat. Nyúl! Francba. Eltaláltam, nem találtam. Megvan. Oké, egy nyúlat lőttünk. Szóval... Őt még összeszedem szépen. Nem egy szarvas, de mindegy igazából. Jó, tehát lényeg az, hogy lehet vadászni. Illetve, hogyha egy ilyet nyomtok, akkor nem csak azt mutatja meg, hogyha valami van a környéken, hanem azt is megmutatja, hogy hova kellene mennünk, méghozzá egy bazin egy ilyen fény oszloppal, jó? Amit pont nem látunk egyébként most. Jó, ott is van valami. Nyúl! Na mindegy, hagyjuk őket, jó? Hagyjuk őket békében nyugodni. Visszatérhetünk később is egyébként ide, szóval nem kell semmilyen szinten parázni, a játék pedig jelzi nekünk azt, hogyha mindent kipucoltunk menet közben. Illetve hát vannak ilyen növények, amiket szintén össze lehet szedni, és az a legjobb része egyébként, hogy azon kívül, hogy kapunk ugye különböző dolgokat, amivel föl tudjuk gyógyítani magunkat, lehet ugye húst szerezni, egyébként soha többé nem kell húst szerezni, tehát hogy csak egy ilyen apróság, hogy soha a büdös életbe többet nem kell nekünk húst szerezni. Valamiért ez egy ilyen küldetés volt, és elfelejtették a készítők, na mindegy. Szóval a lényeg, hogy megtehetjük azt, hogy mindent kivadászunk, mindent lelövöldözünk, minden ilyen mellék dolgot összeszedünk, szóval nagyon sok mindent lehet csinálni. Én most alapvetően nem fogok, tehát főleg a történetre próbálok koncentrálni, viszont azért az ilyeneket összeszedem jó, tehát nagyon durván el vannak rejtve a dolgok. Viszont lehet találni menet közben ilyeneket, és minden XP-t ér. Minél több XP-t kapunk, annál több dologra tudunk költeni később. Vannak perkek, vannak skillek, amiket ugye fel tudunk szedni, szóval tök jó. Na, ez például egy ilyen, igen, azt mondja, hogy háborús intelligence, tehát háborús, mi a fene, kémkedés. Ja, igen, tehát háborús kémkedésnek a dokumentációja. It is the Oni who stalks us. Jó, na. Szóval igazából ugye egy japán fiatalembernek a naplója, egy japán katonának a naplója, aki arról beszél, hogy az Oni, a japán folklór démonjai üldözik őket. De valójában mi lehetett? És itt mutatja is egyébként, hogy vannak ilyen különböző dolgok, amit össze lehet szedni, különböző területeken különböző dokumentum vagy tárgycsoportokat, és nyilván külön-külön is kapunk értük dolgokat, viszont hogyha összeszedjük mindegyiket, sokkal többet. Ez 25 XP-t ért, 10-et ért az, amikor ugye lelőttem azt a kis figyelgőtűj a fáról. Ha mindent összeszedünk, sokkal-sokkal-sokkal többet ér egyébként. Jó, tehát erre figyeljetek, érdemes vele foglalkozni, hogyha esetleg szeretnétek haladni. Na, menjünk akkor. Úgy emlékszem, hogy errefele. Majd hamarosan ki fog derülni. Azaz, ott is van a tűzikém. Ott is van a tűzikém, kiváló. Üljünk le hozzá! Nem tudom, hogy miért csináltam, mindegy. Skill pointok, szóval... szereztem ugye egy darab skill pointot, ezt el lehet költeni mindenféle dologra. Például jelenleg úgy néz ki, hogy van Survivor, van tehát túlélő, van Hunter, tehát vadász, illetve van, nem, ez a kettő elérhető jelenleg, oké. Szóval van Survivor, meg Hunter skillünk igazából, amit ugye meg tudunk vásárolni. Most a Survivorben, a túlélőben vannak ilyenek például, hogy tehát nehezen felfedezhető állatokat és kajákat tudunk felfedezni. Abszolút nem kell Larának ennie, szóval igazából maximum XP-t meg egyebeket érnek. Survivorist. Minden alkalom, amikor dobozokat vagy hullákat, ugye állattetemeket szedünk össze, akkor több pontot kapunk pluszba. Van itt, igen, tehát hogy több extra salvage-et, ez egy ilyen egyéb dolog, amit elkölthetünk majd fejlesztésekre, többet kapunk, hogyha ugye kibontunk dobozokat, mert lesznek ilyen különböző dobozok.
Igen, tehát egy extra salvage-et kapunk, hogyha az állatok holttesteit ugye kipucoljuk, illetve most ami még elérhető, hogy vissza tudjuk szedni az áldozatokból a nyilainkat. Na most jelenleg nekem ez kell, ugyanis ami doboz van, azt össze fogom tudni szedni. Elég állat nincsen ahhoz, hogy ebből tudjak megélni, illetve ja, lesz elég loot, szóval igazából szeretném visszaszedni a nyilaimat, viszont erre nagyon nagy szükségem van, jó? Ez az egy, amit most meg tudok vásárolni magamnak, a vadász dolgok azok majd később fognak érdekelni engem. Itt is vannak ilyenek például, hogy tovább tudunk célozni, tehát egy idő után elengedi Lara például az ideget, vagy például, hogy több nyilat lőszer tudunk magunkkal cipelni. Tehát vannak ilyenek igazából, igen, tehát hogy több muníciót tudunk magunkkal cipelni, mert roppantul erősek vagyunk, szóval lehet ilyeneket vásárolni, jelenleg most nem vásároltam semmit. Viszont legalább akkor kempingezek egyet. This is Conrad Roth, captain of the Endurance. We are shipwrecked on an island inside the Dragon's Triangle. Roth! Lara! You're alive! Easy, easy. Are you okay? What happened? I remember the beach. Then it went black and I woke up in a cave. There was this crazy man, Roth, and a dead body. Oh, God. Where are you now, Lara? Are you safe? It was so horrible. It's all my fault. This is all my fault. Lara, listen to me. I sent an SOS from the Endurance before I abandoned her. Hopefully someone caught it. I've spoken to the others. We're regrouping at my location. Please come and get me. I have to stay here. You can do this, Lara. Remember when we climbed Snowdon? You said the key was knowing that all you've got to do is just keep moving. Remember everything I've taught you, Lara. You're ready for this. And keep your radio on. Okay.